Hozz ki, légy szíves, nekem egy kis jeget, jó? Ha továbbra is ilyen meleg lesz, el kéne mennünk egy strandra, mert ez szörnyű, megsülök. A hír. Az ausztrál csapat 256 ponttal kiesett a bajnokságból. Az utolsó ütés csak néhány perce döntötte el a meccset. Ez egy jó rázós ügy lesz, Frampton. Rendkívül rázós. Mire gondolsz? Nincs nemi erőszakra utaló nyom. Az áldozatot hátulról támadták meg. A gégetájék erős folytása következtében a nő megfulladt. Megöli a nőt, és utána szétver mindent. Mindketten tudjuk, hogy ez mit jelent. Átküldöm a jelentést, amint kész vagyok. Kösz. Miről beszélt? Nem innál meg egy jó hideg italt? Hm? Nekem ebben a melegben most jól esne valami finom hűsítőpia. Hát, nekem is. Gondoltam, hogy nem ellenkeznél. A gyilkosnak nem volt elég, hogy megölte a nőt. Egyszerűen több kellett neki, és ezt a berendezésen élte ki. Ez az ember elmebeteg. És telhetetlen. Thriller. Következő áldozat. De zöldek a fák. Persze, drágám, pont tavasz elején kerültél be. Óvatosan a küszöbben. Fent is vagyunk. Köszönöm. Csak egy hét múlva jössz. Tudod, hogy milyen? Nem bír sokáig egy helyben maradni. Alig várom már, hogy megoszd velem a legújabb plecskákat. Átmegyek hozzád. Jó, hogy újra látlak. Sziasztok! Sziasztok! Annyira boldog vagyok, hogy végre eljöhettem a kórházból. Nagyon hiányoztál. Ennél szebb nap nem is lehetne. Hogy csináltad? Csak be kellett telefonálnom egy kis meleg időjárásért. A csomagokat a hálóba tettem. Köszönöm. Nagyon örvendek, Mrs. Marshall. Csinos a kalapja. Köszönöm. Ha bármiben segíthetek... Tudod, hogy mi volt az egyik legrosszabb dolog a kórházban? Az idő. Londonban végre elkezdett sütni a nap, nekem meg bent kellett feküdnem az ágyban. És a másik? Hogy nem volt légkondicionáló. Ah. Tegnap már úgy éreztem, hogy elájulok. Áj, de hűvös van itt. Bár fizetünk is érte rendesen. Fogadok, hogy ez a semmire kellő gondnak még mindig nem vitte le a szemetet. De igen. Akkor nyertél. Én biztos voltam benne, hogy sosem fogja. Hát, ez gyönyörű. Tényleg gyönyörű. Megfognád ezeket? Ugye nem zavar, hogy nincs rajtam a gyűrűm? Mindig beleakad a tolószékerekébe. Kipakolnám a bőröndömet a hálószobában. Próbálj már egy picit megnyugodni. Jár a szád, amióta megérkeztünk. Folyamatosan csak csacsogsz. Nyugi, pihenj. Úgy örülök, hogy újra itthon vagyok. Hiányzott ez a kilátás. Pezsgő? Az orvos azt javasolta, hogy napi kétszer kell megkóstolni. Egy pár korty nem árt meg, nem igaz? Ráadásul meg kell ünnepelnünk, hogy végre itt vagy velem épségben. Nem sokon múlt. Belehaltam volna. Ki az? Hello,
Leo! Hello. Itt van! Persze, gyerte! Sandy! Hello. Sandy! Sandy! Szia! Mennyire jó téged újra látni! Köszönöm! Oh. Hát itt már egy egész kész kert van. Pont jókor jöttetek, pesgőzünk! Milyen jól nézel ki, ugye, Spiros? Remekül. Látom, rendbe jöttél. Igazán nem kell miattam aggódnotok. Az orvos megígérte, hogy csak addig kell ebben a tolószékben ülnem, amíg a hátam rendbe nem jön. Remélem, igaza van. Köszönöm. Drágám. Többször meg akartunk látogatni, csak Spiros sosem ért rá. Ilyenek a férfiak. Képzett, folyton dolgozik. Köszönöm. Köztünk szólva biztos, hogy felépül? Persze, megígérték nekünk. Hihetetlen. Az az autó gyakorlatilag ketté tört. Erről most nem szívesen beszélnék. Teljesen készen van, éppen csak takarítani kell, és kész van. Nagyon tetszett neked. Halló? Halló? Ki van ott? Ez itt Marshallék lakása. Keres valakit? Halló? Ez a vacak vagy nem működik, vagy valaki félre nyomta. Megesik az ilyesmi. Ó, nem hinném. Szerintem az a rémes gondnok Bartlett szórakozik velünk. Kezd az agyamra menni. Derek, pont most mesélem Sandynek, hogy a jövő héten nézzük meg a villát. Így is olyan ritkán látom Spirost. Folyton csak a titokzatos ügyleteivel törődik. Titokzatos? Hát, ami azt illeti, elég szokatlan órákban szoktál eltűnni. Persze, csak ugratom. Ezért is kéne átjönnötök valamikor. Akkor legalább ott tudnátok marasztalni. Bármikor visszarepülhettek. Örömmel mennénk, igaz, drágám? Talán majd akkor, amikor már jobban érzed magad. Oh, de én jól vagyok. De még mennyire. Nagyon is jót tenne neked. És neked is. Meglátjuk. Szellőztetőrendszert az A1-esben, mert úgy néz ki, hogy megint elromlott. Bartlett? Ott van, Bartlett? Bartlett! Jövő hétvége éppen jó lenne. Hallod, drágám, menjünk, kérlek. Sandy, én nagyon irigyellek. Én akár $250,000 is képes lennék ezekért fizetni. Most nem segítene az a pénz, Spiros. Hiába nagy összeg, ugyanúgy nem tudnék lábra állni. Nagyon jó, hogy ezt így viseled. Ez így van, egyetértek. Egészségedre. Egészségedre. Egészségünkre. Thank you.
fulladás következtében beálló halál. Két áldozat, egy időben. Még nincs vége. Telhetetlen. Bárhol lehet a városban, Akárhová mehet, és mi semmit sem tudunk róla. Nem lehet, hogy ugyanaz az ember tette? Nem hinném. Pedig egy ember tette. Pont ugyanazok a kéznyomok. Rendkívül erős ember. Valami más? Nincs. Bár nekem van egy elméletem. Nem, kösz. Abból már így is túl sok van. Miféle elméletek, uram? Hazudtam. A látszat kedvéért. Nincsen semmilyen elméletem. Csak egy valami. Mi az? Újra lecsap. Jó napot, kisasszony! Ó, jó napot kívánok! Ezeket magának hoztam. Ó, nagyon köszönöm. Nagyon szép az idő, nem? De... Szeretem, amikor ennyire süt a nap. A lányok ilyenkor mindig lengeruhákban járnak. Nagyon szeretem. Ó, már akartam szólni, hogy a meleg víz nem folyik rendesen. Megnézni nekem? Hogy nem, majd benézek. Akár most is felmehetek megjavítani, ha szeretni. Inkább majd valamikor máskor. A mosdóban lévőt kéne. Ahogy a hölgy oldja. A rendőrség szerint a héten történt gyilkosságnak és a mostani kettős gyilkosságnak köze van egymáshoz. A Londonban élő nőknek ezentúl jobban oda kell figyelniük arra, hogy kit engednek be az otthonukba, javasolja a rendőrség. Időjárás. A kánikula továbbra is folytatódik, ami forgalmi dugók kialakulásához vezetett, mivel a lakosság nagy része a strandokra próbált eljutni. Azon... Aj, szörnyű. Nekem mondod? Az utak tele vannak idiótákkal, akik ki akarnak jutni a városból. Nem, a gyilkosságokra gondoltam, három lány. Igen. Innál valamit? Persze, hoznál valami hideg frissítőt. Mondjuk egy sört? Jó. Én is olvastam az újságban. Ez majd jól megemeli a példányszámot. Már megint pánikot kelthetnek. Imádják ezt csinálni. Hogy vagy, kislány? Jól, de a légkondicionáló megint nem működik. Jaj, ne. Szóltál Bartlettnek? Igen. Feljött, megnézte, picit megrugdosta, aztán kitántorgott. Hogy? De volt rúgva, ahogy szokott. Istenem, most már szólnom kéne valakinek. Ráér majd az ünnepek után. A bostonihoz hasonlítják. Kicsodát? A folytogatót. Hát igen. Ennek a mostaninak még sokat kell ahhoz ölnie, hogy megdöntse a rekordot. Sandy... Lehet, hogy itt most vannak az ünnepek, de Beirutban nem. Tessék? Most szombaton érkezik a beiruti ügyfelem. Ó, jaj, Istenem. Sajnálom, drágám, de ki kell érte mennem? Ez hozzátartozik a protokollhoz. Tudod, hogy megy ez. Viszont vasárnapra már ott leszünk Spiroséknál. De sajnos szombaton egyedül kell maradnod. Nagy baj? Igen. Tudom, hogy ez most fontos, ha ennyi mindent megteszel érte. Nekem ez nagyon is fontos. És az is, hogy ezt bármikor megtehessem aggodalmaskodás nélkül. Légy szíves, ne kezd most megint. Ez nem csak a pénzről szól. Szeretnék végre egy önálló, sikeres üzletember lenni. Ha ezt szeretnéd? Nagyon szeretlek. Hamarosan ki kéne szállnod abból a székből. Mázlia volt. És az az, ami nekünk nincs. Látod, most is próbálkozott, ugye? Sikertelenül. És? Még egyszer neki lát.
Ez már valami. Ez semmi. Ez akár én is lehetnék. Ebből az irányból meg... Mellesleg, te mit csináltál tegnap? Hiszen tudja, éppen a munkámat végeztem. Ez egy vicc volt. Egy vicc a rosszabbik fajtából, de ez pont neked való. Hello. Nos, a lány jól van? Mázlia volt. Én is ezt mondtam. Te találtál valamit? Nem, semmi említésre méltót. Beszéltél vele? Persze. És mire jutottál? Az anya dolog. Mi van? Ezt nem mondta neked? Úgy látszik, elfelejtette. Anya? Pedig a gyilkos folytogatás közben ezt ismételgette. Segítek rajtad, anya. Kétszer is ezt mondta. Majd én segítek. Ödipusz komplexus. Anya központú. Azt tanultam a főiskolán, hogy sok gyilkos túlságosan anyaközpontú. Igazán? Ez nagyon érdekes. Folytasd, csak hallgatlak. Hát... Akkor biztosan azt is megtanultad az iskolában, hogy hogyan kell elkapni egy ilyen megszállott anyaközpontút. Újra meg fogja tenni. Vége az első résznek. Második rész. Akkor vasárnap várunk. Jó, és szólj Dereknek, hogy az ünnepek alatt ne üzleteljen külföldiekkel. Majd szólok. Mulasd jól. Majd segítek felállni ebből a székből, bármi áron. Szia, Sandy! Szia! Akkor holnap. Jól van. Vigyázz magadra. Ez aztán a különleges házasság. Szegény Sandy. Szegény Derek. Irigyel téged. Én meg őt. A repülőtéren valószínűleg várni fog egy üzenet. Kitől? Na, csak üzlet. Neked viszont nem kell engem megvárni. Ti ketten hihetetlenek vagytok. Nálatok első a munka. Igen, már is indulok. Akkor ő lesz a hibás. Először kistétben. Meglátjuk, mennyire akad fenn a horgon. Ezután már jöhet a nagy üzlet. Jövő hét. Persze, megértem. Tudod, azt az elszámolást, amit adtál... Oké. Okay. Jó. Szia! Jó anyagkendő? Jó. Miért kell hétvégén ilyet hordanom? Mert egy nagyon komoly üzletember vagy, és egy komoly angol üzletember mindig ilyet hord, akármilyen nap is van. Ráadásul a kánik ura sem zavarja. Őrültek és üzletemberek. Ó, Sandy... Sajnálom, hogy el kell mennem. Nem baj. Veled kéne lennem. Meg leszel nélkülem? Ne aggódj már annyit, mert a végén még nem fogod tudni megkötni az üzletet. Márpedig ez most nagyon sokat számít, ugye? Igen. Na, akkor én most elindulok. Amint mindent elintéztem az ügyfelemmel, jövök. Azért a biztonság kedvéért ezt elviszed neki. Hát, ha ez nagyobb kedvet csinál a bizniszhez. Kösz. Ügyes légy. Kösz. Drágám, jövök, amint tudok. Becs szó. Várjunk csak. Derek, a beiruti ügyfeled, ha muszlim, nem iszik, és lehet, hogy sértésnek veszi az ajándékot. Derek! Derek! Ah, Bartlett! Van egy perce?
Ez igen. Nem mondom. A főiskolán most büszkék lennének rád. Ezek nem jók. Mind kemény fiúk. Egész életükben bűnözők voltak. De hát akit keresünk... Az, akit mi keresünk, valamitől bekattant. Mostanában történhetett valami az elméjével. Tudnánk róla, hogyha régebben is gyilkolászott volna, ha? Szerintem a mi emberünk nem több egy piti bűnözőnél. Legfeljebb néha részt vett, mit tudom én, egy-két nagyobb iskolai lázongáson, tüntetésen, vagy párszor csajokat molesztált. Lehet, hogy még nem is ült. Talán kapott egy-két bírósági megrovást, esetleg próbaidőt. Ezzel kezdhetnénk valamit. Aha. Igen. Gyerünk. Kezd keresni. Mit? Azt gondolod, most kint kéne lennünk és járőröznünk és az utcán keresgélnünk? Hát, igen. Mit keressünk? Vagy kit? Hidd el, én szeretném a legkevésbé, ha újra megölne valakit. De lehet, hogy pont ezekben találjuk meg a megoldást. Különben is mi más csinálhatnál egy ilyen szép, meleg napon? Úszkálnál, vagy egész nap napoznál? Na ugye? Semmit, semmi hasznosat. Inkább kezdj el olvasni. Rengetegen sütkéreznek a napon ezen az egzotikus tájon. Azt hihetnénk, hogy ez Malibu vagy Hawaii, de nem, ez Anglia. A híresen esős Angliában rekord hőmérsékletet mérnek napok óta, az emberek nem kis örömére. Ezen a hétvégén a nagyvárosokból szinte mindenki, amint tud, azonnal a partokra indul. Soha nem látott tömegek özöllik el a strandokat.
A mai napon London, mintha teljesen kihalt volna. Se embert, se autót nem látni. Mindenki vidékre utazott nyarni. Igen? Kit keres? Halló? Ki az? Halló? Express küldemény. Jól van, jöjjön. Órákig a dugóban fog ülni. Ez nem igaz. Rajtunk kívül már mindenki Betty! Szia! Eszembe jutott, hogy egész nap egyedül üldögélsz, ezért áthoztam neked pár magazint, hát hoppá! Szóval nekem úgysem kellenek, és gondoltam, hogy te itt halálra unod magad. Köszönöm. Vársz valakit? Express küldeményünk jött valószínűleg Dereknek. Beengedtem a kézbesítőt, de nem mondtam neki emeletet. Amikor bejöttél, nem láttál véletlenül egy elveszett postást? Nem, az előcsarnok teljesen üres volt. Lehet, hogy már az egyik emeleten bolyong. Vagy megint nem működik a kapuzár. Bartlett. Bartlett. Remélem, hogy ez a kézbesítő nem ácsorok kint. Biztos újra csöngetett volna. A telefon sem mindig működik. Halló? Van ott valaki? Hall engem? Halló? Halló? Sandy, nekem most mennem kell, étterembe készülök. Rögtön elájulok, hogyha nem veszek azonnal egy jéghideg zuhanyt. Menj csak, kösz az újságot. Nincs mit. Jaj, Betty, ha elkészültél, beugorhatnál még hozzám, megihatnánk valamit. Rendben, fél óra is itt vagyok. Sietek. Halló? Talán elromlott a kapunyító, de még egyszer megnyomom, hallja? Keresi Mrs. Marshallt, fenn megtalálja...
Az összes emeletet megpróbálja. Egy, egy, három, hét, kettő, hét. Carson, Arthur John. Kétszer ítélték el zaklatásért 3 és 9 hónapra. Ügynökként mutatkozott be. Egy, egy, három, hét, kettő, nyolc. Collins, Frederick Albert. 9-szer ítélték el különböző erőszakos cselekményekért. Jelenleg 2 éves büntetését tölti. Folytasd. De itt semmit nem talál. Rengeteg van még hátra. 1-1-3-7-2-9. Crenton, Philip. 17-szer ítélték el erőszakosságért, lányok haját vágta le. Ezt vajon miért tette? Talán így tömte ki a foteljét. 40 év fölött már nem kell. Nem. 45. Miért? A tettes erős. Baromira. Én már sok nagyon erős 50 éves láttam. Sokszor a megérzéseinkre kell hagyatkoznunk. Ezen kívül nem sok olyan bűnözővel volt dolgom, akik 50 évesen váltak gyilkossá. Nem. A gyilkos fiatalabb. Biztosra veszem. Nem találják a folytogatót. Thank you.
Igen? Édesem, ki az? Ezt neked kéne tudnod. Ki maga? Álljon meg! Mit csinál itt? Hallja! Na, gyere már! Gyere! Mi történik, amikor nem vagyok itt? Nem számított rá, hogy itt talál, mi? Drágám, tényleg nem tudom, hogy ki volt az. Nem mondom még egyszer! Esküszöm, bébi! Ah! Oh, Mrs. Blatter, magának jó a telefonja? Eddig még nem találkoztunk, én Sandy Marshall vagyok, innen a folyosó végéről, a telefonom nem működik. Én senkivel sem érintkezem. Hálás lennék, ha használhatnám a telefonját. Szeretnék egyedül maradni, kérem. Bocsánat, de ez nagyon sürgős. Úgy tűnik, hogy véletlenül beengedtem valakit az épületbe, egy férfit, de nem érkezett fel hozzám. Tudom, ez egy picit furcsa hangzik. Nekem nincs telefonom. Miért lenne? Nem is találkozom, és nem is beszélek senkivel. Mrs. Blatter! Kérem, hagyjon békén! Biztosan képzelődöm. Az a baleset nem tett jót az idegeimnek. Mindegy, Derek úgyis mindjárt hazaér. Csak képzelődöm. Akárki is legyen, már rég itt kéne lennie.
segíthetek? Hallottam a kiáltását. Itt lakom fent. Valami gond van? Maga itt lakik? Igen, a harmadikon. A 3B-ben. A nevem Packer. Tom Packer. Tehát mitől rémült meg ennyire? Hát, eléggé kiborultam. Igen, jókor a lármát csapott. Betty nem válaszolt, Betty Tyler. Ja, az a csinos hölgy. Párszor már összefutottam vele. Csak most költöztem be. Lehet, hogy elment. Az autója kint áll a ház előtt. Akkor sétál, vagy hívott egy taxit. Aggódik érte? Megijedtem. Nem is tudom. Betty vásárolni volt, mielőtt hazajött. Ez akkor kiesett. Ha elment, akkor ezt észrevette volna. Nem tudom. Nem biztos. Amúgy is úgy volt, hogy miután lezuhanyozik, feljön és megiszunk valamit, azután elmegy vacsorázni. Talán elment a kedve. A nőknél megesik az ilyesmi. Az is lehet, hogy még mindig a zuhany alatt van, és nem hallja. Nos, nem hiszem, hogy itthon van. Elmondaná nekem, mi a baj? Nos, valakinek kinyitottam a kaput, aki azt állította, hogy küldeményt hozott. Az illető nem érkezett meg, pedig ez nem most történt. Nem olvasott mostanában újságot? A folytogatóról. Így már értem. Attól a rémes folytogatótól ilyet meg ennyire. Ezek szerint most itt van az épületben, ugye? Tudom, hogy ez butaság, de van alapja a félelmemnek, ha belegondolok. Nekem minden esetre elég átlagosnak tűnt az űrge, akit láttam. Az emeleten. Semmi különös. Semmi rémisztő nem volt benne. A harmadik? Igen. Akkor miért hozzám csengetett? Ez egy régi trükk. Mivel folyton késésben vannak, ezért egyszerre megnyomják az összes gombot. Valakinek úgyis be kell engednie őket. Becker? Tom? Eddig még nem láttam magát. Én se láttam magát. Mondtam, hogy csak a minap költöztem be, de nem gondoltam, hogy ilyen izgalmas lesz. Bocsánat. Semmi baj. Sandy Marshall vagyok. Örvendek. Csak tudja, eddig minden ajtó mögé hullákat képzeltem, de most, hogy találkoztunk... Egész hétvégén itt leszek. Remek! Hé, hadd segítsek. Boldogulok, köszönöm. Ne, majd én segítek. Itt is van? Rendben. Hányas lesz? 6-os. Jó. Az édesanyám 10 évet töltött tolószékben. Az utolsó 10-et. A folyosó végén. Rendben. A telefonom is rossz. Ettől is frászt kaptam. Elolvadtak a kábelek. Nincsenek ehhez a meleghez szokva. Ez lesz az. Így bízzak egy nőben. Attól retteget, hogy egy gyilkos mászkál a házban, viszont képes volt elrohanni és nyitva hagyni az ajtót. Bejönne? Persze. Körülnézzek a szobákban. Ostobán érzem magam. Csak a biztonság kedvéért. A legkevesebb, hogy kap egy italt. Tudja, borzasztó halálfélelmem volt. Vodkát vagy viszkit kér? Viszkit kérnék, és ne sajnálja az italt.
A lakás teljesen üres. Csak mi ketten vagyunk. Vége a második résznek. Harmadik rész. Nem tudom, hogy Amerikában hogy mondják, de egészségére. Ez így megfelel. Hoppá! Na, a jó öreg Anglia hű önmagához. Úgy tűnik, esni fog. Jöjjön csak be egy kis szellő. Tudja mit? Ha majd elkezd esni, mindenki haza fog rohanni. Hol tartottunk? Éppen kocintottunk. Tényleg. Tényleg. Meséljen az anyjáról. Sokat szenvedett? 10 év hosszú idő. De ez már rég volt. Nem sokat gondolkodom rajta. Nem igazán. Bár ön egy kicsit emlékeztet rá. Remélem, nem kell örökre így maradnia. Ó, elnézést kérem! Semmi baj, szívesen beszélgetek róla, pláne magával. Nem, maximum egy évig kell ebben ülnöm. Lehet, hogy még kevesebb ideig, csak tőlem függ, meg az akarateremtől. Akkor sikerülni fog. Hogy történt? Autóbalesetben. Az én hibámból. Már régóta kinéztem egy sportautót, a lehető legjobbat. Nos, a születésnapomra meg is vettem magamnak. Csak túlságosan gyorsan mentem vele, azután a fék elromlott. Elromlott a fék egy új kocsin? Mind a két fékkör elromlott? Úgy tűnik, igen. Ismeri az autókat? Igen, egy műhelyben dolgoztam. Be kellett volna perelni a gyártót. Egy kétkörös fékrendszernek nem szabadna elromlania. Még nem is hallottam olyanról, hogy mind a két fékkör egy időben elromlott volna. Manapság ez szinte lehetetlen. Egyenesen a szalomból hoztuk el. Derek vezette haza, de nem vett észre semmit. A férjem. Ó. Mostanában ér haza. Esetleg találkozhatnak. Rémisztő eset. Igen. Örülök, hogy ennyivel megúsztam. Szerencse, hogy életben maradtam. Igen. Kisebb vétségek. Az anyja halálakor megőrült és megtámadta a nővéreket. Amúgy semmi komoly. Csak egy felfüggesztett. 505289. Corey, Ernest John. 2 ítélték egy gyilkossági kísérletért. 2 lány támadott meg késsel. Az anyja meghalt? Nem. Nem említik a családot. Nem, az előzőnél. Az anyja meghalt, és ő megvadult, és megtámadta a nővéreket. Azt szeretném látni, mutasd! Szerezd meg az összes aktáját. Maga szerint megtaláltuk? Szerintem minden kis lehetőséget meg kell vizsgálnunk. Itt szerepel az anya, ugye? És ő is az anyját emlegette. Jól van, Ödipusz. Elmehetsz. És igyál valamit, mert elment a hangod. Jó. Valamit még mindig nem értek. Mit? Magának vette egy autót ajándékba. Igen. Miért magam? Miért nem a férje vette meg? Hát, sajnos neki még nem telik rá. Tudja, biztosítási ügynök. Szorgalmas és jól is keres. Viszont egy ilyen sportautó még drága lenne neki. Magának viszont volt rá elég pénze, és így megvette magának. Igen. Szerencsés nő. A férje, Derek, az autóban ült a balesetkor? Nem. Vicces. Annyira nem. Ide adta a kulcsokat, és azt mondta, hogy itt a legújabb játékszered. Aztán ment dolgozni. Maga meg nem bírta tovább, ezért egyedül ment el. Igen. Viszont akkor nem volt gond, amikor ő vezette. Nem. Furcsa. A baleset nem ritka. Persze, csak még soha nem hallottam, hogy egy ilyen drága modellnek így ment volna tönkre a fékje. Hát akkor most történt először ilyen. Igen. Lehetséges.
Mit csinál? Tessék? Mivel foglalkozik? Hát nem biztosítással. A férjének jól megy ez a munka? Nagyon is. Elő fogják léptetni. Biztos maga is ért hozzá. Hasznos lehet csalások ellen. Csalás? Biztosítási csalás. Rengetegen élnek abból, hogy becsapják a biztosítókat, de a biztosítók már sokat tudnak. Nagyon sokat tanultak arról, hogy hogyan mennek a dolgok. Vagy hogyan ne. Bocsánat, de nem értem. Például vegyük a gyújtogatást. Tudja, amikor egy nagy vállalatot azelőtt gyújtanak fel, mielőtt csődbe menne, vagy a balesetek? A biztosítások kedvezményezetje általában a házastárs. Gondolom, önnek is szép biztosítása van. Az elég sok pénzt jelent, ha történne magával valami. Mr. Becker, mire akar kiukadni? Bocsánat, csak hangosan gondolkoztam. Kicsit szabadon engedtem a fantáziámat. Feleslegesen bonyolítom a dolgokat. Ebből egyszer még bajom lehet. Volt is már. Puszta kézzel támadta meg az ápolókat. Folytogatta őket. Az áldozatokat megfojtották. Korábban órásként dolgozott, szereti a különböző gépeket, autókat. Jelenleg tévészerelő és egyedül él. Tévészerelő? Bárhová bejuthat. Telefonon hívják ki. Akkor itt az ideje, hogy meglátogassak. De még hátra van több száz akta. Most velük. Néha az ösztöneidet kell követned, és nem a pusztatényeket. Tudom, hogy ezt nem tanítják az iskolában, pedig inkább ez kellene. Mi a címe? Siess már! Hanyagság is lehetett az oka. Vagy a gyártóké, vagy a kórházé. Hogy? Ezekben az időkben sose lehet tudni. Az embereket nem érdekli semmi. Mondjuk, amikor bevitték magát a kórházba, egy tanuló nővérhez került, aki nem tudta, mit csinál, és azért ül most ebben a tolószékben. Biztos lehet benne, hogy a legjobb kezelést kapta. Gondolom, de azért vigyázni kellett volna. Hányszor hallottam olyanról, hogy valaki tolószékbe került, vagy meghalt a kezelésnél. Valami kis hiba miatt. De nem az én esetemben. Nem. Élmény volt önnel beszélgetni, nagyon hamar elrepült az idő. Fogadok, hogy gyönyörűek a lábai. Hosszúak és kedvesek. Hát, minden szerénységemet félretéve, a lábaim igencsak formásak. Biztosan így van. Meg is nézheti, készültek rólam fotók a baleset előtt, érdekli? Elnézést kérek, jaj, nem akartam. Jaj, ne kérjen! Egy nő az én helyzetemben elhiheti, hogy minden bókot szívesen fogad. Múlt évben készültek Barbadoson, az életem egyik legszebb utazása volt. 3 hétig csak a napon feküdtünk. Akkor megnézhetem? Annyira nem jók. Majd én eldöntöm. Nem jók. Ezek egyszerűen csodálatosak. A harmadik hol lakik? A 3B-t mondta. Így van, ez a kép különösen jó. Akkor ismeri Diveriéket. Diveriéket, az idős házas párt, nagyon régóta laknak itt. Hogyne. Ismeri nagyon őket? Kedvesek. Hát hogyne ismerné, hiszen szemben laknak. Pontosan szemben. Ezek a képek nagyon jók, Mrs. Marshall. Tudja maga, nagyon szép nő. Tényleg nagyon szép. És igazán volt a lábaival kapcsolatban. Nagyon hosszúak. Hosszúak és gyönyörűek. Nagyon. Köszönöm. Nem kér még egy italt? Nem kösz. Ha iszom, bevadulok. Nem bírom az italt. Mikorra várja a férjét? Bármelyik pillanatban itt lehet, már itt kéne lennie. Mintha azt mondta volna, hogy nem tudja, mikor jön. Ezt mondtam volna, nem, bármikor hazaérhet. Amúgy is sokáig feltartottam, biztosan más dolga is van. Ó, nem, nincs semmi dolgom, rengeteg időm van, ráadásul nagyon jól érzem magam önnel. Nagyon aggódom Bettyért, Betty Tyler a másodikról. Betty. Úgy volt, hogy feljön és megiszunk valamit. Tudom, de megpróbáltuk és nem volt otthon. Igen, de azóta már biztosan hazaért, nem nézné meg a kedvemért. Legyen szíves, nagyon aggódom érte, kérem. Jól van. Rendben.
Mindjárt jövök. Pár perc. Igaza volt. Tényleg szereti a gépeket. Tele van alkatrészsel. Mintha semmivel sem készülne el, amit elkezd. Dehogy nem. Bizony. Van, amivel végez. Eddig semmilyen jel nem utal erre. Megérzés. Jegyezd fel. Egyszer még szükséged lehet rá a tanórákon. Megtaláltuk. Honnan veszi? Ő szerelte ezeket a tévéket. Nézd meg a címeket. Ez az a lány. Tudjuk az első áldozat címét. Itt is van. Továbbá a másik két áldozaté. Gyerünk, megnézzük a címeket a listáról. Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? Mrs. Marshall? Ad Isten szerelmére! Már azt hittem! Azt hittem! Miért nem válaszolt? Megőrült! Talán beteg? Erről van szó? Mrs. Marshall, mi a baj? Nem érzi jól magát? Hozok egy italt. Én nem hiszek abban, hogy az alkohol mindenre gyógyszer, de az édesanyámnak jót tett. Néha. Egy kis brandy. Tudja, hogy a telefonja nem véletlenül romlott el. Miért? Miért? Mrs. Blatter! Mrs. Blatter! Gyerünk!
Mrs. Marshall! Mrs. Marshall! Mrs. Marshall! Fogják hibáztatni a folytogatót. Ő lesz majd a hibás. Tőlem félnie. Soha többé. Maga nem olyan, mint a többi. Maga olyan, mint ő. Ő is olyan gyönyörű volt. Olyan gyönyörű. Neked nem kéne itt lenned. Jövök hozzád. Anya. Szinkront a Synchron Systems készítette.